Kamilla, igaz? Mondom, igaz? Uh-huh. Tisztességesen válaszoljon. Tóth Kamilla, igaz? Uh-huh. Igen vagy nem van? Uh-huh. Ja, mondom, tényleg, bocsánat. Tóth Kamilla, a múltkor nem volt elég, ugye? Segítetek valamiben? Mivel? Bocsi. Fordító volt a szám. Lényegtelen. Nem ez a lényeg. A múltkori kis előadás úgy néz ki, hogy nem volt elég számodra. Ezért is hoztalak el ide. A pincénkbe? A garázsunkba. Yeah. Akkor fent felvettem ezt a ruhát, és közös megállapodás alapján lejöttünk ketten. Gondoltad volna, hogy ide fogsz kikötni? Nem, semmi ötletem nem volt. És tudod-e, hogy mi a téma ma? Nem. Bárs, mehetek? Most már. Mondtad, hogy akkor most lejövünk 5 perc, és utána mehetek. Neked csak doktor Balázs, magánnyomozó. Úgy néz ki, hogy a múltkori azért nem volt elég neked, mert nem tudtam nagyon sok mindent kiszedni belőle, össze-vissza válaszokat adtál, és a kommentbe is mindenki össze-vissza írogat, és értetlenül áll az egész dolog elé. Ezért is hoztalak le ide, és megkérdezlek mindenről, amit tudnom kell, és a nézőknek is tudnia kell. Köszönjük szépen, ott vannak a nézők. Sziasztok. Igazából Balázs hívott le engem ide a garázsba, hogy videózzunk egyet, de erre nem tudtam róla semmit. Szépen megkérdez, hogy akkor jöjjünk le. Mondom, akkor benne vagyok, de hát most csak itt ülök. Ezt kiváljuk majd belőle, ezt nem kell elmondani, tehát keménynek kéne beállítanod engem. Kezdjük akkor a legelejéről, hogy minden most ebben a videóban tisztán lezajol. Zajoljon. Uh-huh. Ugye a mai fő kérdésünk az, hogy neked van-e barátod. Nem kell egyből rögtön válaszolnod rá, kicsit könnyítsük meg ezt a témát, jó? Kezdjünk egy nagyon-nagyon friss témával, például a képekről, a bizonyítékokról, amiket összegyűjtöttem. Van egy pár a telefonomon. Mi van? Balázs, ez igen? Nem az én telefonom volt régen? Ez a Samsung Galaxy. Most attól, hogy a művészünknek iPhone-ja van, attól bárkinek lehet még Samsung Galaxy S2 Super Max-a, nem? Csak azt néztem, hogy rosszul raktam bele szerintem az aksit. Ja. Nem olyan működik. Szerintem az fordítva van. Szerintem. Ez itt a céges telefonom, és a céges telefonomról nagyon sok hívást indítottam, még most nagyon fontos lett volna a bizonyítékok miatt, de sajnos Samsungon van, úgyhogy ezt nem tudom megmutatni. Mit tudsz te erről a képről mondani? Hát ez nem én voltam. Ez nem én vagyok a képen. És erről a képről mit tudsz még mondani? Az se te voltál esetleg? Nem tudsz semmit ezekről a képekről? Nem is tudtam, hogy esetleg csináltam volna ilyen képet. Kutakodtam egy kicsit. Ha őszinte legyek, összeálltam egy profi hackerrel, online intézik az ügyet. Kifizettem neki 150 ezer forintot, hogy kutakodjon csak utánad és feltörje a Facebook profilodat. A mielőbb megtudtam, hogy ez csak egy kisgyerek volt. Benyelte a 150 ezer forintot, az a kisfiú, mert azt hittem, hogy hacker. Szóval így kénytelen voltam egyetlen egy nap alatt megtanulni hackerni. Nem sikerült. Így erre akarok kiukadni, hogy nem tudtam belenézni az üzeneteidbe. Bárcsak ennyi lenne a történet, de itt még nem állunk meg. Hol voltál te, Kamilla? Tegnap hajnal egykor. Akkor érkeztél meg haza. Gondolom, hogy nem eltévedtél itt valahol a városban. Ellopták a telefonomat. Kamu! Folytasd tovább, nyugodtan, nem akartam be zavarni. Kamu! Ellopták a telefonomat, és futottam Kamu. A rabló után. Kamu! És egyszer elestem, és nagyon beütöttem a fejemet, aztán nem nagyon tudtam, hogy hol vagyok, és felkeltem 11-kor, és mire hazajutottam, hajnal egy lett. Tóth Kamilla színházi előadást tartott nekünk, köszönjük szépen neki! Itt csak az a baj, hogy tudom a nevét is az illetőnek, illetve nem Leventének hívják. Én csak Marciról tudod, de hát ha jobban tudod, nem úgy meg... Honnan tudod a nevét egyébként? Ez egy jó pont, mert legalább tudom akkor, ez az igazi neve, ugye? Nem, csak kérdezem. Hogy honnan tudom ezt a nevet? Ez egy másik sztori. Szóval, téged hívnak úgy, hogy Tóth Benedek? Mi az, hogy nem? Nem te vagy Tóth Benedek? Maradj csöndben! Ismered Tóth Kamillát, nem? Ismered? Szeretném megtudni, hogy mi a barátja neve.
Hogy mondod, nem hallom pontosan, hogy mondod! Volt már egy pár embernek a dolgom, de tudom azt, hogy belőle nagyon nehéz kiszedni a választ, úgyhogy azonnal kezdjélem bakogni nekem. Mondd el! Levi! Levente a neve! Levente, mondom! Magai, nem lehet itt műsort csinálni? Nézzük át akkor újra! Tudom, hogy Levente a neve! Egyszerűen tudom! Mert tudod, kitől tudom? Tőled tudom, mert az előbb elmondtad. Jó, már kicsit én is össze vagyok zavarodva, úgyhogy már nem értem. Most engedjél el, b***eket! Elengedlek, Gyugi, van már, ennyit akartam tudni, hogy mi a neve! Nem tudom, leszedni volna. Jó, én mentem, én ezt nem vállalom. Miért mi nem válasz meg, hát mi a csináljak én itt egyedül? Így volt, így történt. Kamerán, csak azt nem értem, hogyha elmész egy ilyen jó gyógytornai sétádra, akkor miért kell ahhoz kisminkelni magad? Miért szoktam kisminkelni magad? Miért kell rágót tenni a szádba? Hát, hogy te szépnek tudják. Kamilla, konkrét válaszokat kérünk itt a nézők, már szétvakarták az arcukat egyszerűen, mert a válasz kell nekik. Nekem is a válasz kell tudnom, mint a bátyjának, hogy mi a viszonyod vele. És csak egyetlen egy jó válasz van, mert nem volt már nagyon jó napom. Aztán beszéltük meg később amúgy. Nem, mert igazán szerintem most mind a ketten ráérünk. És most az egyszer látlak a héten először, mert ugyanis sosem vagy otthon, mindig elkeveredsz valamerre, és csak egyetlen egy tippem lehet, hogy hol keveredhetsz el. Ezt nem bírom már, Kamilla. Van-e barátod, vagy nem? Van. Nem tudtam, hogy ez ilyen könnyedén fog menni, tényleg? Azt mondom, az elején is megkérdezheted volna, de amúgy... Kiszedtem belőled, fél! Kiszedtek belőled! Az! Az nekem nem jó, mert akkor te fel... Ma nagylány lettél ezek szerint, és már nem az én kis húgom vagy. Ajja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 jj
hogy őszinte legyek, kicsit izzadok, és nem értem, hogy miért válaszolsz ilyen könnyedén most a kérdéseimre. Miért van ez? Melegem van. Tehát ezt az elején is megkérdezted volna, még válaszoltam olyan szívesen. Nem érdekel annyira. Még te elmentél, jó szórakoztál. Tudod, hogy én mit csináltam? Én nem éreztem jól magam. Én a gép előtt ültem és kutakodtam utánad, hogy letisztázzuk. Kaptál már tőle pulcsit? Kaptam. És otthon van? Keresd meg. Rendben, nem fogjuk megkeresni, hanem új házat keresünk magunknak és felgyújtjuk. Ami most van jelenleg. Ha most olyan gyereket fogtál ki, aki a kovászos uborkának a felét nem adja oda neked, akkor egy nagyon-nagyon nagy gangsterrel van dolgod, és nem szeretném, hogyha gangsterekkel lógnál. Elég, hogy van otthon nálad kettő gangster otthon. Személyesen Dr. Tóth Balázs magánnyomozó, illetve Tóth Benedek pedig űrös. Több mint egy hetes munkám itt lezárult. Hát ezek szerint ennyi a sztori. Azt, hogy Camilla ekkorából felnőtt egy felhőkarcoló méretére, mentálisan is, és hát test méretre annyira nem, de az nem lényeg. Szóval tényleg azt mondhatjuk, hogy innen már lezárult a korszak, de nem akarok hülyeségeket meg ugyanazokat elmondani, mint az előző videóban, mert az előző videóban megsirattam magam egy kicsit, de szerintem ennyi bőven elég volt. Most nem tudom, hogy így most mit csináljak, szerintem visszahozom Bedit, azt kínzom tovább.